Gyülemezi Krisztofferrel beszélgetek. Krisz ismét meccsanyagunkon, szombaton ugye meg volt a bajnoki, kedden már FIBA Europe Cup meccs vár ránk. Először arról kérdeznélek, hogy nyilván adódott egy helyzet itt a csapatban, kevesebben lettünk a palánk alatt, ez viszont számodra lehetőséget jelent. Hogy éled meg, hogy mit tapasztaltál a változás óta itt a csapatjátékában? Hát igen, igazából sajátos, hogy Ákos elment tőlünk, kapott egy jobb ajánlatot, igazából ezzel élni tudott. Neki sok sikert kívánok, nekem pedig ez egy jó lehetőség, hogy több játékpercet kaphatok, és igazából bizonyíthatok, nem csak az edzésben, hanem a mérkőzésen is, hogy megérdemlem esetleg a több játékpercet. Igazából próbálom azt megtenni, amit az edző kér. Valamikor ez jobban sikerül, valamikor nem. Amikor nem, akkor próbálom kijavítani a következő ugyanolyan szituációban, vagy a következő edzésen, vagy a következő mérkőzésen, ebből ne legyen probléma. És remélem, hogy egyre jobban sikerül, és egyre jobban tudok majd élni a játékpercémmel. Jönnek sorban sajnos a sérülések, te hogy vagy, rendben vagy? Már nem érzed a korábbit? Hát azt nem mondom, hogy nem érzem, mert azért hát minden bokasérés azért az nem úgy van, hogy egyből meggyógyul, kihagyszhat, és egyből meggyógyul, ott azért még ott pár hétig még ugyanúgy érzed, vagy megy tovább. Hát ugyanúgy érzem még én is, de erőstem és edzek ugyanígy, de remélem, hogy nem sokára ebből már nem lesz probléma. Így is legyen, akkor térjünk rá a holnapi meccsre, hiszen ha úgy veszük, egy nagy lehetőség előtt állunk, hiszen a dániai győzelemmel megteremtette magának a csapat azt, hogy akár a három hazaival már tovább lehet menni, és nem is ígérkezik nagyon félelmetesnek az ellenfél az eddig eredményei alapján, de ugye Matthias Zollner is azt nyilatkozta, hogy senkit nem becsülünk alá, és minden meccset komolyan kell venni. Hogy várod te ezt a holnapi mérkőzést? Hát igen, tényleg nem szabad őket lebecsülni, hiszen egy, nem ismerjük őket, nem tudjuk, hogy mik az erősségeik, ez ma megy most a videózás alatt ki fog derülni. Igazából saját játékban tudjuk játszani itthon, amit általában szoktunk is, akkor én úgy érzem, hogy nem lehet ebből probléma, meg tudjuk nyerni a mérkőzést, és akkor ugye nagyon közel kerülünk a továbbjutáshoz. Tényleg azt mondom, a saját játékot játsszuk, akkor meg lesz a mérkőzés, és nem lesz semmi gond, de azért 100%-ot kell beleadnunk a mérkőzés kezdetétől a végéig. Az írásos előzetesben azt én megfogalmaztam, hogy arra azért oda kell figyelni, hogy a két csapat eddig eredményeit összehasonlítjuk, akkor ők 38 pontot szereznek a festékből. Nálunk sincs sokkal kevesebb, 36, de ugye kicsit kevesebben vagyunk a palánk alatt, tehát lehet, hogy ez rátok komoly terhet ró majd ezen a meccsen. Hát igen, biztos van az edző felhívja a figyelmet erre, és megbeszéljük majd, hogy hogyan védjük az alsó posztot, esetleg a kizárások nagyon fontosak lesznek, hogy minden egyes védőlepattanó meglegyen, és ebből ne szedjenek vissza a támadólepattanót, és ne adjunk neki még egy esélyt pontszerzésre. Hát szerintem ezt most megbeszéljük, és reméljük, hogy ezt meg is tudjuk valósítani a mérkőzésen, és ellenünk ezt nem tudják majd így megvalósítani. Még egy kérdés, KED lesz ugye, nem hétvége, milyen hangulatra számítasz, és hogy éled meg az eddigi meccs utáni ünnepléseket, mérkőzés hangulatokat? Hát igazából remélem, hogy attól meg, hogy KED van, ugyanúgy ki fognak látogatni a szurkolók, hiszen légi a harsány, és ugyanúgy nagyon sokan kilátogattak, és nagyszerű volt a szurkolás. Igazából itt Körmenden igazán minden meccsen szinte telt ház van, attól függetlenül, hogy ez hétközben van, vagy hétvégén. Szóval én ugyanúgy telt házat várok, és rendkívül jó szurkolást, ugyanúgy, ahogy most Szeged ellen